Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Gelencsér Ferenc, a Momentum elnöke. Szép jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket, Breuer Péter vagyok, és ez a Pirkadat, a heti televízió reggeli politikai magazin műsora. És ha minden igaz, az örökkévaló jó voltából 5784 Kiszlév havának 10. napján vagyunk, míg a polgári időszámítás szerint 2023. november 23-a csütörtök van. A Kelemenek és a Klementinák ünnepelnek, üdvözöljük őket. A Magyar Nemzeti Bank közleménye szerint az euró középárfolyama 380 forint 77 fillér, míg az amerikai dollár 349.23 és az angol font 436.69. A várható időjárás, akarják vagy nem akarják, minthogyha a tél ránk köszöntött volna, mínusz 3 és plusz 6 Celsius fok között várható. Öltözzenek rétegesen, hogyha bemennek valahova, legyen mit levenni. Figyeljenek oda a szépkorúak és a piciknek, hogy milyen lábbelit adnak rájuk, és ami a legfontosabb, vegyék be tablettáikat, kiegészítőiket, egyenek sok gyümölcsöt, hisz a vitamint nem csak a patikába lehet megvenni, hanem a zöldségesnél is. Arról gondoskodnak, hogy azok elérhető áron legyenek, még az első kerületben is, aztán majd elmondom önöknek, hogy miért mondtam, hogy az első kerületben is. Most nyissák ki az ablakot, hogy a friss oxigén is bejöjjön, helyezzék magad kényelembe, és hallgassák beszélgetésünket Gelencsér Ferenccel, aki remek dolgokat csinált, többek szerint az első kerületben, mint alpolgármesterként. Nézzük, hogy ezt az alpolgármesterséget hogy lehet egy kicsit fölturbózni, amikor az ember pártelnök lesz. Mondjuk mérleget, hogy sikerül. A közvéleménykutatásokat, tudom, hogy biztos nem közvéleménykutatást akar nyerni, hanem választásokat. Milyen esélye vannak, hogy talpra állítja és egy kicsit rendbe hozza az önökről alkotott fiatal, dinamikus képet? A Momentum mozgalmat 2019-ben az európai parlamenti választások előtt bejutási küszöbre mérték, majd 9,8%-os eredményt értünk el mindenki meglepetésére. Én azt gondolom, hogy nem kutatást kell nyerni, hanem választást. Nem beszélve arról, hogy Magyarországon nagyjából tudni lehet, hogy melyik kutatócég melyik párthoz köthető, melyik párthoz közeli. És ki kitől rendeli meg a közvéleménykutatását. Ez pontosan így van. A mi munkánk, a mi feladatunk nem az, hogy ezekkel a kutatásokkal foglalkozunk, hanem az, hogy dolgozzunk, hogy lentiben feltárjuk azt, hogy az egyik államtitkár gumilerakatot hozott létre illegálisan. A mi feladatunk az, hogy küzdjünk a kordon ellen, ami gyakorlatilag törvénytelenül van ott a Karmelita előtt. A mi feladatunk az, hogy felszólaljunk a szuverenitási törvényével szemben, ami gyakorlatilag egy NKVD-t hozna létre ebben az országban. Akkor itt álljunk meg, magyarázzuk meg a nézőknek, hogy az ön olvasatában ez a törvény mit jelent? Azt gondolom, hogy nem csak az én, hanem mindenki olvasatában, aki olvasta ezt a nagyjából 22 oldalas anyagot, Kocsis Máté tollából ezt az intellektuális szörnyszülöttet, ugyanaz lesz az álláspontja. Döbbenetes. Ő most nincs itt, tehát nem tudja megvédeni magát, akkor legalább idézzünk ebből. Jó, létre akarnak hozni egy szuverenitás védelmi hivatalt, ami több ponton is rendkívül félelmetes. Valójában ez a törvény arra szolgál, hogy mindenkit, aki nem ért egyet az állampárt vélt vagy a valós álláspontjával, abban félelmet keltsen. Legyen az ellenzéki politikus, legyen az civil, aki később politikára adja a fejét, gyakorlatilag bárki. Azért mondtam, hogy állampárt... De szellemileg erős emberekben nem lehet félelmet ébreszteni akkor, hogyha nincs miért félniük. A törvény azt mondja, hogy ez a hivatal nagyjából bárkit megvizsgálhat, aki szerint vélt vagy valós vélemények szerint valamilyen módon külföldi érdeket szolgál. És ennek a bizonyítási kényszere még nem tudjuk, hogy kit terhel, viszont 3 év börtönre sújtható. Én azt gondolom, hogy évről évre egyre jobban tolódik ez az ország Oroszország irányába politikailag. Ennek volt előzménye. Volt a Lex CEU, volt a Stop Soros, és volt a civil törvény. Ezek mind-mind olyan törvények, amelyeket orosz mintára hoztak be Magyarországra, és mind-mind olyan törvények, amelyek miatt Magyarországgal szemben az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított. És egy olyan időpillanatban, amikor Navracsics miniszter úr, aki mindig azt mondja, hogy jövő héten jönnek az EU-s pénzek, és nem képes hazahozni több mint másfél éve
a nyugat-európai adófizetők pénzét, amit azért fizetnek be, hogy mi magyarok jobban éljünk, egy ilyen időpillanatban behozni egy olyan törvényt. Mit tettek az ön európai parlamenti képviselői azért, hogy ezt a pénzt végre utalják? A Momentum európai parlamenti képviselői minden megtettek azért, hogy ez a pénz megérkezzen, sőt elérték azt, hogy a teljes Európai Unió területén plusz 800 millió euró érkezzen a civil szervezeteknek. Ugye Magyarországon a civil szervezetek meg van a bélyegezve, a norvég alappénze is érkeznek már évek óta. Gyakorlatilag nem tudjuk, hogy miért, de valamiért nemet mond ez a kormány az EU-s forrásokra. Több milliárd euró vár arra, hogy megérkezzen Magyarországra, és ez semmit nem kell tenni, csak betartani azokat a szabályokat, amiket mi aláírtunk, amihez mi csatlakoztunk, egy olyan klubnak vagyunk a részei, a magyar nemzet túlnyomó többsége szeretne ebben a klubban benne maradni, és volt egy népszavazás, egy valódi szuverén nemzeti döntés, hiszen már szuverenitási törvényről beszélgetünk, egy szuverén döntés, hogy legyünk részei az Európai Uniónak. De miért van olyan döntés, hogy ne legyünk? Én most ugye a szuverenitási törvényről beszélgettünk, és én azt gondolom, hogy a mindenkori kormánynak kutya kötelessége figyelembe vennie a magyar nemzet szuverén döntését. A magyar nemzet nyilatkozott arról, hogy esze ágában sincs kilépni ebből a klubból. A másik kérdés viszont, és akkor ugrunk egy picit vissza az előző mondatra, hogy civil szervezetektől nem jönnek a pénzek? Ingyen pénzt senki nem ad. Tehát az, ha az Európai Uniótól jön a pénz, az kóser. De más civil szervezetektől civil szervezetek, miért adnának ők bárkinek is pénzt? Azért, mert ugyanolyan világnézetük van, vagy miért? Én azt gondolom, hogy vannak az Európai Unió területén olyan civil szervezetek, amik hasonlót gondolnak a világról, és ezt a gondolatiságot próbálják egy szélesebb plénum elé tárni, és ezzel semmi gond nincsen. Ez nem egy politikai behatolás, ez nem egy politikai nyomásgyakorlás. Azért kérdeztem, hogy ezt megmagyarázza, hogy nézőjük megértsék. Ez nem egy politikai nyomásgyakorlás, ez adott esetben nem tudom, mondjuk az Európai Állatvédők Egyesülete, most mondtam valamit hasonlítésszerűen. Nevke azt tetszik nekem, mert az állatvédő egyesületek azok nem emberre hatnak, hanem ráutalt állatokra. Amely, tehát azt arra kell elkölteni. Ami mondjuk minden Európai Uniós államban azonos jogot akar elérni az állatoknak. Most mondtam egy példát hasonlítésszerűen. Innentől kezdve minden olyan civil szervezet, amelyik külföldről bármifajta forrás kap, és ennek a civil szervezetnek valamelyik tagja egyébként azt mondja, hogy egy önkormányzati választáson elindulok, onnantól kezdve ez egy külföldi ügynöknek van nagyjából nyilvántartva. Ez döbbenetes, ez félelmetes. Én emlékeztetek mindenkit arra, nem is olyan régen Belarus fölött elrepült egy repülőgép, amin ült egy belarusz ellenzéki aktivista, és a gépet a légtérben leszállították. Ez a repülő ez alapvetően nem szállt volna le Fehéroroszország területén, fölötte repült volna el, és leszállították. Itt még nem tartunk, de az én bizony benne, hogy ne is tartsunk, mert ha itt tartanánk, akkor szerintem én másfél órával ezután már nem lennék itt, mert én egy biztos országban szeretek élni. Magyarország nem egy biztos ország. Magyarországban nemhogy nem egy biztos ország, ebben az országban nem működnek a mindennapok. Létrehoztak egy hivatalt, aminek nagyjából a költsége, bár még nem tudjuk, de legalább 10-20 milliárd forint lesz. Melyik hivatalról beszél? A szuverenitás védelmi hivatalról. Létre fognak hozni egy ilyen pörői hivatalt, ami oda fog csapni, ahova a pártpolitika megkívánja. Azért mondtam, hogy pártpolitika, és azért mondtam, hogy állampárt, mert Magyarországon a kormánypárt és az állam nem válik el egymástól. Valójában pártállami időket élünk. Létrehoznak egy hivatalt, nagyjából 20 milliárd forintból. Egy olyan időben... De hát ön ott ül, és a pártja ott ül a parlamentben, oda tudhatni, hogyha ön ezt így gondolja. Egy olyan időben fogják létrehozni, olyan időszakban ezt a hivatalt ennyi pénzből, amikor másfél éve két szemegyű infláció van, és most azt mondják, hogy 9,9%, de én már nem tudok hinni, és nem vagyok sajnos jóhiszemű semmilyen állami intézménye szemben, mert minden állami intézményt az állampár gyakorlatilag leuralt. Egy ilyen időpillanatban, amikor összeomlik az egészségügy, összeomlik az oktatás, és összeomlik a MÁV, a Magyar Állami Vasút összeomlik, és lassan már vonatpótló, buszpótló vonatok fognak járni, egy ilyen időszakban azt gondolom, hogy lenne jobb hely ennek a pénznek. Lehetne költeni például a kórházakra, iskolákra vagy munkahelyekre. Na de hát alapjával véve, majdnem azt mondtam, hogy ön egy Fidesz alapító eredetileg. Isten őriz, én annak idején szavaztam a kormánypártokra 2010-ben, nagyon sokan voltunk így, azt gondolom, hogy a 2015-i világ az egy nem volt tökéletes világ, és azt is gondolom ezzel egy időben, hogy nagyon sokunkat átvertek. Mi lenne, hogyha azt a hatalmas erőt, ami ebbe a fiatal társaságban van, arra használnák, hogy megpróbálnának úgy egy nemzetállamot építeni, hogy leülnek és beszélgetnek, ön nevezi államhatalomnak, hisz ott ülnek egy parlamentben.
Önök ugyanolyan magyarok, mint azok, akik a többi székben ülnek. Ha egy kicsit egy irányba menne az egész, magyarul létrehoznának egy olyan nemzetállami koalíciót, ami az ózdiakkal, a sajószentpéteriekkel, meg a balatonpartiakkal és a rózsadombiakkal ugyanúgy foglalkozik. Szerkesztő úr, ebben nálam nyitott kapukat dönget, én magamat egy nemzeti liberálisnak gondolom, de... A liberális a magyar... az azt hiszem a titok szó, de tetszik az, hogy liberális, igen. Az, hogy ez egy szitok szó lett ebben az országban, annak is van oka ebben az országban. Szitok szó lett a liberalizmus, és valamiért szitok szó lett a nemzeti is. Ez a két politikai diskurzusnak a hibája, mondjuk 1990 és 2010 között. Azt gondolom, hogy ez a dolgunk van mind a kettő kifejezést tisztára mosni. Én semmi kivetnivalót nem látok abban, hogy magát liberálisnak való embere, liberális pártnak az elnöke azt mondja, hogy neki nagyon fontos ez a nemzet. Hiszen itt születtem, itt nőttem föl, minden ide köt. Ez az ön hazája ugyanúgy, mint a nem liberálisoké. Ezt valahogy a parlamentben, ahelyett, hogy egymás szellemi értékeit próbálnák elemezni, tehát mintha... Szerkesztő úr, bocsánat, hogy nehogyan szalabba vágok, de 2002-ben volt egy politikus, aki azóta Magyarország miniszterelnöke, aki azt mondta, hogy a haza nem lehet ellenzékben. Ezáltal ők, Orbán Viktor, körbehatárolta azt, hogy szerinte ki része és ki nem része ennek a hazának. Én azt gondolom, hogy semmilyen felelős politikus, legyen liberális, illiberális, progresszív vagy konzervatív, nem mondhat olyat, hogy ki része és ki nem része ennek a nemzetnek, mert minden politikus abban a pillanatban, hogy megválasztották, én is, Orbán Viktor, mindenkinek kutya kötelessége a teljes magyar nemzet érdekét szolgálni, mert ezért kapjuk a fizetésünket, és erre esküdtünk föl. Mit próbál tenni azért, hogy ez így legyen? A kordonbontáson kívül, ezt valamikor, amikor fiatal voltam miniszterelnök, biztos ő is bontott korlátokat. A Momentum járja az országot. Most volt egy gazdasággal kapcsolatos kampányunk, és több mint 120 helyszínen találkozhattak velünk az emberek, akikkel beszélgettünk az ország gazdasági helyzetéről. Momentum a parlamentben is abszolút elvégzi a parlamenti munkáját. Jövő héten lesz véletlenül a vitája a szuverenitási törvénynek, és bár nem fűzünk nagy reményeket ahhoz, hogy az állampárt bármifajta véleményt be fog fogadni az ellenzéki oldalról, ettől függetlenül mindjárt fogjuk próbálni, mert ez a munkánk. Készüljenek fel olyan beszédekkel, olyan indokokkal, és harcoljanak érte oly módon, mint egy parlamentbe szoktak, és akkor talán mégis sikerül. A magyar országgyűlésben már hiányzik alapvetően az egymásra való odafigyelésnek az alapvető igénye. Ezzel szemben azt látjuk, hogy például a Mi Hazánk, ami egy szélsőséges párt, nem akarok jelzőket aggatni, de egy elképesztően szélsőséges párt most benyújtott egy törvény, vagy be fog nyújtani egy törvénymódosítási javaslatot a Budapest fővárosi közgyűlésének átalakításáról. Egy olyan törvényjavaslatot, amit mi már az ellenzéki oldalról a parlament folyosóin fél éve hallunk, hogy a Fidesz ezt tervezi benyújtani, és most hogy nem a Mi Hazánk nyújtja be. Azért nem arról akar engem meggyőzni, mert kormánypárti képviselőket látok én ebben a stúdióban. Kérdezze meg őket. De nem tudom, hogy mi az a Mi Hazánk. Azt tudom, hogy mi az a Mi Hazánk fogalom, de itt még nem látott Mi Hazánkos képviselőket, úgyhogy nem létező dolgokról nem tudok beszélni. Akkor, hogyha legközelebb jön egy kormánypárti képviselő, akkor esetleg érdeklődje meg, hogy erről a magunk között szólva, hogy ebben a stúdióban nem létező, egyébként sajnos támogatottsággal rendelkező politikai formáció módosítása, törvénymódosítása, mi a véleményük? Mert a mi félelmünk az, hogy a kormánypárt jelenleg egy olyan törvénymódosítást, amit ő maga nem mer vagy nem akar benyújtani, ezt kiszervezi az egyik szatellit pártjának, ami a Mi Hazánk mozgalom. Elnök úr, segítsen nekem, nem engedhetem el annélkül, hogy a rossz szájízemet a helyére tegyem. Nekem elképzeléseim vannak a Momentumról. Mint hogyha a Momentum mozgalommal történt volna valami a legutolsó parlamenti ülésen, amikor Izraelről szavaztak. Tegyük helyére ezt a dolgot. A Momentum mozgalom éppen a héten találkozott Izrael Budapest nagykövetével egy privát frakció megbeszélésen, ahol kielemeztük a jelenleg zajló, egyébként szörnyű állapotokat. Ennek ellenére mi azt gondoljuk, hogy összemosni a terrorizmust és összemosni a migrációt, az semmi több, mint egy kormánypárti, egy állampárti politikai narratíva. Egyértelmű, és most is kiállunk amellett, hogy Izraelnek joga van az önvédelemhez. Talán kötelessége állampolgáraival szemben. Ez egyértelmű. A Momentum kezdeményezte egyébként
az izraeli-magyar baráti társaságnál, aminek Fó Nagy János a vezetője, és én is a tagja vagyok, hogy világítsuk ki a magyar parlamentet kék-fehér színekben. Még csak választ sem kaptam erre a kérdésre. Drága elnök úr, viszont a nézők azt látták, hogy ez a számomra nem létező mozgalom, meg önök, mintha egyékenyen árultak volna, hisz ők sem szavazták meg. Sőt, van még egy országgyűlési képviselő, akinek más véleménye is van. Nincs olyan szenárió, nagyjából soha nem tud előfordulni. Nagyon meglepődnék, hogyha a Momentum mozgalom és a Mi Hazánk mozgalom egyékén árulna bármit is. Ettől függetlenül állítom azt is, hogy addig, amíg a magyar kormány egyébként megszavazható és teljes mértékben támogatható javaslatokat úgy nyújt be, hogy hozzácsap valami olyat, ami viszont teljesen amorális és nélkülöz minden racionális alapot, ez egy politikai csapdahelyzet. És itt egyértelműen... Ön, hogyha látta azokat a Róma-London-Párizsban tüntetőknek a százezreit, ők holnap az európai parlamenti választásokon választói joggal rendelkeznek. Ez nem aggasztó? Én azt mondom, hogy aggasztó az a fenomen, amit látunk a világban, hogy London-Párizs és adott esetben New Yorkban is az ott élő és egyébként több generáció óta ott élő közel-keleti, de már állampolgársággal rendelkező lakosok ebben a kérdésben milyen véleményt nyilvánítanak. Ez számunkra is ijesztő, hiszen ezek az emberek mind-mind nyertesei annak az államnak. Lehet, hogy az állampárt arra gondolt, hogy ez az a migráció? Én ezt nem gondolom. Az állampárt, de köszönöm, hogy ön is ezzel a kifejezéssel él, ezek szerint egyetért velem, az állampárt majdnem 10 éve riogatja a magyarságot azzal, hogy jönni fognak a migránsok, és elveszik a munkánkat, és itt akkor ki tudja, mi lesz. Ennek ellenére most nagyjából 500 000 ázsiai munkás szeretnének behozni ebbe az országba. Azért, egész egyszerűen azért, mert képtelenek megtartani a magyar lakosságot Magyarországon, mert a magyarok elmenekülnek ebből az országból. Hiányzik nagyjából 500 000 magyar ember, akik azért mentek el Ausztriába, Londonba, Németországba és más országokba. A választásokon önök járták a világot és járták Európát, hogy ezek a magyar emberek válasszanak is, meg haza is jönnek, jöjjenek. Miért nem sikerült? Most nyert még 15 percet, mert nem engedem el így, hogy ezt ne tárgyaljuk ki. Nem érdekel, hogy más dolga lenne. Ha megnézi az exit pollokat a külföldi nagykövetségeken, a Momentum kimagasló eredményt ér el. Aki ebből az országból elmegy, az azért megy el, mert ebben az országban nincsenek lehetőségek. Mit tettek önök azért, hogy bárki is hazajöjjön? Azóta, mióta ott ül a parlamentben, azóta, mióta a pártnak az elnöke, mondja el nekem, hogy mit tett azért, hogy ezek a nem segédmunkások, közepesen jól képzett emberek, gyerekestül, hisz Magyarország jövője, hazajöjjenek, itt cseperedjenek föl, és a hazáért dolgozzanak. Hát és emberi körülmények között éljenek. Amit el tudok mondani, az, hogy egészen biztosan több külföldön élő Momentumos jött haza Magyarországra a Momentumért és az országért dolgozni, mint amennyit a magyar kormány a Gyere Haza Fiatal keretében, amire több 100 millió forintot elköltöttek, hozott haza. Ha jól tudom, akkor nem akarok rossz számokat mondani, talán 8 embert tudtak hazahozni, amiből végül 3 maradt itthon, és ez egy több 100 milliós projekt volt. Ennek ellenére, mióta én vagyok a Momentumnak az elnöke, több számtalan külföldön élő tagunk költözött haza, hogy segítse a pártot, és segítsen abban, hogy ez egy jobb, élhetőbb, zöldebb ország legyen. Én ezt a pártot 2022. áprilisában... Ezt a zöldet nem kellett volna, hogy mondja, mert akkor megint bele kell, hogy szóljak, és megkérdezem, hogy mi is ez a zöld. Mert az, hogy ma minden párt, az, aki levált és 27. variációjába újból indul a parlamenti választásokon, mindenki zöldre festi magát. Mitől igazi zöld a Momentum? A Momentum attól igazi zöld, éppen szombaton fog menni Bicskére, a saját költségünkbe fogunk ültetni 75 darab fát. A Momentum azért zöld, mert azt gondolom egyébként, de ez nem csak a Momentum, mert azt gondolom, hogy... És 75 a zöld jövőt teremt? Hogyha mindenki ültet 75 darab fát, akkor azt gondolom, hogy sokkal zöldebb lesz az ország, és sokkal tisztább lesz a levegőnk. Ez nyilván nem csak egy Magyarország specifikus helyzet, ez egy világ specifikus helyzet. Ez most lehet, hogy meg fognak vádolni engem ageizmussal, de az előző generációktól sajnos egy olyan világot örökölt meg ez a generáció, ami sajnos rosszabb levegőt szív, mint amilyet, mondjuk a nagyszerűen szívhattak. Lehet, hogy rosszabb levegőt szív,
de nekem a gyermekeim születését azzal ünnepeltük, hogy kerenkejemet Jeruzsálem erdejébe fákat ültettünk, és mind a mai napig. Tehát ezt be kellene vezetni Magyarországon is, hogy a kerület vagy a település ültet 18 fát, 18-at, mert az örökkévalónak a számmal leírt neve, mindenki, aki megszületik, hogy a szülők ajándékban nem csak egy babakötvényt kapnak, hanem 18 fát. Mondok egy példát arra, hogy lehetne egyébként Magyarország zöldebb. A kormány hozott egy olyan döntést, hogy innentől kezdve például az akkumulátorgyáratnak, amik mérgezik a vizeinket és a levegőnket, Magyarországon... Mondaná a kormánypárt viszont megélhetést és GDP-t hozna. Magyarországon a környezetvédelmi hatóságot gyakorlatilag teljesen kiüresítették. Teljesen ki van üresítve. Valami más innentől kezdve, hogyha egy akkumulátorgyár mérgezi a vizeinket, a földjeinket, a levegőinket, és erre fény derül, akkor nem megbírságolják, hanem köthet egy szerződést, ami arról szól, hogy ő majd valamikor egyszer ezt a természetkárosító folyamatot meg fogja szüntetni. Hát kérdezem én, milyen dolog ez? Hány javaslatot tettek önök a parlamentbe azért, hogy ezek használt és szürke vizet használjanak, újra tisztított vizet és nem ivóvizet? Mit tettek azért, hogy ez másképp legyen? Mert nemet mondani mindenre az állami. Ebben teljesen egyetértünk, a Momentum számtalan törvényi módosítási javaslatot és határozati javaslatot terjesztett elő, és ezek soha nem mennek át a törvényalkotó bizottságon, hiszen mióta az állampárt van hatalmon, létrehozták a törvényalkotó bizottságot, aminek egy lényege van, hogy az állampárt van hatalmon, ezt most már pontosan 29-szer mondta, a szavazatok jóvoltából, aki a választást megnyerte, ez amit ön állampártnak hív, az alakít koalíciós vagy nem koalíciós kormányt a nép akaratából. Szerkesztő úr, abban nekünk nincsen vitánk, hogy amelyik pártra nem szavaznak. Nem puccsal kerültek a parlamentben. Abban is köztünk vita, hogy amelyik pártra szavaznak a magyar emberek, ez a párt kormányt alakít. Vitánk abban van, hogy jelenleg egy ellenzéki pártnak mik a lehetőségei, akár anyagi, akár média megjelenés, és mik a lehetőségei egy olyan pártnak, ami leuralta a teljes magyar államot. Hadd mondjam végig. Mondok egy példát. Van egy Megafon nevű szörnyszülemény, ami valójában hírhamisítással foglalkozik. Nem csinál semmi más, csak ezt be tudom bizonyítani bármikor. Tehát például a Fehérház előtt kapott egy Bohár Dániel, aki összevágott. Aki egy tehetséges újságíró szerintem. Gondolja ön, szerintem pedig azért kapja a fizetését, hogy a magyar embereket egymásnak uszítsa. A magyar emberek adóforintjaiból uszítja egymásnak a magyar embereket, és én azt gondolom, hogy ez én nem tudom, hogy hogy alszik éjszaka, de ez majd ő... Én tegnap láttam, hogy teljesen nyugodt volt, egy rendezvényen láttam, még köszöntünk is egymásnak. Én nem vagyok biztos abban, hogy ezeket nem kéne leülni és megbeszélni. Lehet, én egy éven keresztül örömmel adtam interjút mindenkinek, akár a Megafonnak, akár a Mediaverse-nek, és rájöttem, hogy nem vagyok önmagam ellensége, nem fogom a saját szüleimnek a lelkivilágát terhelni azzal, hogy én őszintén válaszolok ezekre a kérdésekre, majd pedig összevágják és átszerkesztik olyanra, mintha mást mondtam volna. Tehát ez felháborító. És ezek az emberek több pénzt költenek el, adópénzt, Facebookon hirdetésekre, mint a teljes magyar ellenzék egy választás során. Ez bizonyítható? Ez egyértelmű, hogyha valaki felmegy a Facebooknak a hirdetési könyvtárába, akkor láthatja azt, hogy csak a Megafon a 22-es választások során 1 milliárd forintot költött el Facebook hirdetésre. Milliárdot. Elnök úr, mindezt értem, ne legyen indulatos, árt a szépségnek, és ennek haza kell menni, ön egy családapa lesz egyszer majd. Felesége van, szülei vannak, akkor nyugi. Azt magyarázza meg nekem, hogy az a hatalmas bukás, ami az összefogásnak lett a következménye, vagy fordítva, most egyedül fognak indulni, vagy próbálkoznak újból, hisz ha önállóan jó érveket tesznek le az asztalra, nem vádaskodással, jó programot, akkor lehet, hogy még többen fognak szavazni önökre, és nem eltűnni fognak. A 22-es választási kudarc az valójában azért történt, mert az összefogásnak a pártjai között nem volt valódi összefogás. Ez egy kényszer szövetség volt, és voltak olyan pártok, amelyek beáraszták. Miért ön tényleg azt hitte, hogy a Jobbik és ön ugyanazt gondolják a világról? Én abban reménykedtem, hogy a hat párt meg tudja találni azt a nemzeti minimumot, amiben egyet tud érteni.
ez mondjuk legyen. Előbb találná meg a kormánypárttal a nemzeti minimumot. Én mindenkivel igyekszem megtalálni a nemzeti minimumot, hiszen pont szerkesztő úr mondta az imént, hogy üljünk le és beszélgessünk egymással a különböző pártok, adott esetben kormány vagy ellenzék, és törekedjünk egy nemzeti minimumra. Én mindenkivel... Milyen tanulságot lehet levonni a 22-ből, hogy most az Európai Parlamenti választáson és a helyhatósági választásokon ez más legyen? Hát amit le lehet vonni, az az, hogy... Elmenekültetnek 75 fát, igen. Jó lépés, semmi baj. Amit le lehet vonni ebből a következtetésként, az az, mindenképpen az, hogy önmagában a választási matek így nem működik. Nem adódnak össze. Nem véletlenül vannak különböző pártok, amik különböző dolgokat gondolnak a világról, és adott esetben ezek egymással merőben más elképzeléseket... Nem elképzelhető, hogy különböző pártokból kibukott emberek annyira hozzáragadtak a székhez, hogy szeretnének új széket szerezni magukkal, hogy amit indulnak és amit hirdetnek ideológiát, lehet, hogy önmaguk sem hisznek benne. Lehet, hogy amikor azt mondják, hogy ők baloldaliak, akkor nem is hasonlítanak egy baloldalhoz, vagy amikor azt mondják, hogy liberálisok, gőzük nincs az, hogy mi az, hogy liberális. Hát, amit lehet csak mondani, az, hogy a Városligetben, amikor az eredményváró volt, akkor a Momentumosok voltak ott, Karácsony Gergely volt ott és Márki-Zay Péter volt ott. Én más ellenzéki pártok képviselőivel nem találkoztam. Azt gondolom, hogy ez önmagában leírja azt, hogy melyik párt mit gondolt erről a közös kormányzási csak azt nem sértett meg, aki nem jutott eszébe. Hogy Márki-Zay Péter nyilvánvalóan egy nehéz ember, hogy a kormányfőt idézzem, egy alföldi típusú ember, azt hiszem ezzel a kifejezéssel élt, ezt szoktam mondani Lázár Jánosra is. Nem vagyok alföldi, de kikérném az alföldiek nevét. Ezt Orbán Viktor mondta, így hívja Lázár Jánost is. Márki-Zay Péternek sikerült a kopaszokat, a fogyatékosokat, a zsidókat, a homoszexuálisokat, mindenkit megsérteni. Én nem Márki-Zay Pétert mentem fel, én azt állítom. Ja, azt hittem, hogy megint együtt akar működni vele. Nem, távol álljunk tőlem. Én annyit mondtam mindössze, hogy a 22-es áprilisi vereség éjszakáján, azon a bizonyos eredményváron Karácsony Gergely volt ott, Márki-Zay Péter és a Momentum Mozgalom. És az a többi párt és pártok tagjai, akik egyébként összeálltak egy lehetséges kormányváltás érdekében, nem voltak sehol. És ez valójában így nem egy összefogás, ez nem egy együttműködés. Ellenére annak, hogy a magyar választók, az ellenzéki választók túlnyomó többsége, talán 86%-a összefogás szeretne látni az ellenzéki oldalon. Elnök úr, a pontos idő 7 óra 45 perc. Én csak azt kérem öntől, hogyha tényleg szeretné azt, hogy a pártját megértsék, kicsit sűrűbben járjon be hozzánk, így korán reggel, és kap rá időt, mint ahogy mindenki kap rá időt, aki nem radikális, és időnként megmagyarázza, hogy mit miért tesznek, lehet, hogy ez segít. És egy kicsit be kéne vonni önmagukat ebbe a nemzeti együttműködésbe, és mindenféle színek beleférnek abba. És egy kicsit nagyobb tiszteletet kér ön saját magának, és adjon másoknak is a parlamentbe, hogy egy igazi államférfit lássunk önben. Köszönöm a lehetőséget. Én mindenkinek meg fogom adni a tiszteletet, akinek kijár. Köszönöm, hogy itt volt. Kedves nézőim, az elmúlt bő fél órában Gerencsér Ferenc, a Momentum elnöke, próbálta megmondani nekünk, hogy még az izraeli nagykövettel is külön leültek, és tisztázták, és barátsággal tekintenek a zsidó népre is, és ők is békeszerető emberek, csak másképp látják a faültetéseket, de egy biztos a beszélgetés nyilván, bízom benne, hogy mindenki elkezd fát ültetni, kezdje az erkélyén, szeressük a zöldet, és tisztítsuk meg a levegőt, meg gazdálkodjunk a vízzel is. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm. Előzetesek, és már is jövünk vissza, érkezik Szabó György, a büszke magyar-izraeli zsidó, a Mazsők elnöke. Tartsanak velünk! Már csak pár pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Holtai Olivér, energiaszakértő, és minden, ami e körülött van. Szép jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy ilyen korán felkelt. Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket.
azon gondolkodtam egész éjszaka, hogy hogy kéne, hogy megértsük, hogy az olajpiac hogy alakul. Azt hittük, hogy a háborúk véget drágulni fog. El is kezdett drágulni, most elkezd zuhanni. Mi lesz ennek a vége? Közben ugye a szorosokban a kereskedelmi hajók és a szállítóhajók bajban vannak. Ez is arra enged gondolni, hogy előbb-utóbb akkor nagyobb biztonságot kell ott teremteni, tehát az is pénzbe fog kerülni. Nem lehet, hogy most éppen a piac kiszámíthatatlan? Hát a piac már több mint egy éve kiszámíthatatlan, nagyon változékony. Szerintem egyébként, hogyha azt szeretné az ember megérteni, hogy mi mozgatja a piacokat, ez alapvetően nem olyan bonyolult. Ez is olyan szempontból egy hagyományos piacnak tekinthető, hogy a kereslet és a kínálat befolyásolja az árat, illetve pontosabban a keresletre és a kínálatra vonatkozó várakozások. És azt látjuk, hogy az elmúlt másfél évben lényegében ugyanaz a két nagy erő mozdította ki pozitív vagy negatív irányba az árfolyamokat. Álljuk el a kedves nézőknek, hogy ki ez a két nagy erő. Az egyik nagy erő a keresleti oldalon az egyre csökkenő gazdasági aktivitásra, vagy legalábbis olajigényre vonatkozó várakozások. Ahogyan a jegybankok magasan megemelték a kamataikat, és azóta is magasan tartják, és ahogyan elsősorban az Európai Unióból egyre rosszabb és rosszabb gazdasági előrejelzések érkeznek, úgy azok a várakozások is módosulnak, hogy a következő hónapokban, években mennyi olajra lesz szükség. Az elmúlt egy-másfél hétben több olyan lesújtó adat is érkezett, ami alapján az elemzők, a piaci szereplők úgy kalkulálhatnak, hogy a következő időszakban kevesebb olajra lesz szükség, mint amire korábban gondoltak. A másik pedig a kínálati oldal, ahol az egyik nagy tényező csoport az az olajnagyhatalmakhoz tartozó lépések, az olajnagyhatalmak kitermeléséhez tartozó lépések. Itt az elmúlt másfél évben az OPEC és Oroszország több kitermelés csökkentést is bejelentettek. A másik pedig a geopolitikai események, amelyek befolyásolhatják az árakat. Az elmúlt egy-másfél hetes árkorrekció vagy csökkenés minek a következménye? Elsődlegesen ezeknek a lesújtó gazdasági adatoknak. Másodlagosan annak, hogy én úgy látom, hogy a piaci szereplők lényegében kiáraszták az izraeli konfliktust az árakból. Ezt mutatja az is, hogy igazán a pozitív és negatív hírekre már nem reagál az olajár. Úgy tűnik, hogy ebben a pillanatban a piaci szereplők úgy ítélik meg, hogy annak az esélye, hogy a konfliktus odáig eszkalálódjon, hogy az érintse mondjuk a Hormuzi szoroson áthaladó olajszállítmányokat, vagy úgy általánosságban az olajpiaci reáliák alakulását, annak marginálisan alacsony. És ami még mondjuk az elmúlt egy-másfél hétben kibillentette az árakat, vagy nagyobb mozgásokat okozott, az egyrészt az volt, hogy az olajnagyhatalmak megint bejelentették, hogy fontolgatják majd a következő ülésükön a kitermelés további csökkentését, viszont utána elhalasztották az ülésüket. Úgyhogy bár ez a két bejelentés egy időleges kis tüskét okozott, igazán nem billentette ki azt a 80 dollár körül, mondjuk a Brent esetében 80 dollár körüli hordonként játszik. Két nagy esemény billentette ki az embereket a mindennapjukból. Először is megjelent az önkönyve. Ezzel egy időben, mintha össze lett volna hangolva, a világ két vezető nagyhatalmának a vezetői találkoztak, az Amerikai Egyesült Államok nagyon kedves aranyos öreg bácsia, és a kicsit fiatalosabb Kínának az első embere. Na most én azt vártam, miután az ön könyvét lapoztam, hogy ezek azért össze fognak ott borulni, és valamit rendbe hoznak. De mind a kettő eléggé dehonestálóan nyilatkozott a megbeszélések után a másikról. Úgyhogy az összes remény, amit az ön könyvéből gyorsan összeszedtem, és mondtam, hogy teljes megvilágosodás, mégis homályt teremtett.
Hát igen, pedig olyan jól alakult minden. Az előzetes nyilatkozatok alapján úgy tűnt, hogy hát az is jól alakult, hogy például ezekben a percekben, amikor mi itt ülünk, én az éjszaka azt készítettem elő, hogy most ünnepelni fogom önnel, hogy a nagyhatalmak nyomására a terroristák izraeli csecsemőket és gyerekeket engednek szabadon, aztán kiderült, hogy nem erdő és nem mackók és semmi nem történik, talán majd holnap vagy holnap után, meg nem is biztos, hogy a 240-ből akárhányan még élnek, meg Amerika sem biztos, hogy a helyzet magaslatán van, meg senki nincs a helyzet magaslatán. Valóban továbbra is tart az a geopolitikai zűrzavar, ami korábban. Egyébként a könyvemből az én véleményem szerint nem következik az, hogy itt egy nagyon gyors megoldása lenne annak a konfliktusnak, ami az Amerikai Egyesült Államok és Kína között van, de valóban a találkozó előtt úgy tűnt, hogy egy enyhülés irányába tehetnek lépést a felek. A kínai elnök... Szóval ön azt ígérte ebbe a könyvbe, hogy lángszáműbe ziher, lassan, de biztosan felszáll a köd, és valami rendbe jön. Igen. És én elhittem önnek. És hát volt egy 4 órás találkozó, csak hogy utána történt egy kis... Én ezt diplomáciai bakinak, hibának tartom, hogy Joe Biden újra lediktátorozta a kínai elnököt. Ő meg azt mondta, hogy egy szenilis hülye. A kínai Joe Biden-ra. Tehát kicsit késlelted. Nem. A kínai vezető. Én ezt nem a jelnök mondta, hanem a szóvivő, és azt mondta, hogy ez egy felelőtlen politikai manipuláció. Igen, ez a nem osztogatnak, hanem fosztogatnak, és nem Moszkvában, hanem valahol máshol, de annyira jól sikerült a könyve, pedig utálok jót mondani, hogy tényleg olyan érzése volt az embernek, hogy kezdi megérteni, mi történt. Végre találkoztak, egy egész várost kitakarítottak, ahol a találkozó volt. Minden pozitívan indult, és akkor jött egyszer csak a diktátor. Utána megjött a szenilis hülye, arra már senki nem is figyel oda, de ön, hála Istennek, helyére tette, hogy ezt nem is a kínai vezető mondta, hanem a környezetéből valaki. Ami szerintem, hogyha megengedi szerkesztő úr, hogy hozzátegyek néhány dolgot, ami még ezeknél a nyilatkozatoknál is aggasztóbb számomra, az az elmúlt napok eseménye. Egyrészt az amerikai adminisztráció bejelentette, hogy közepes hatótávolságú rakétákat telepít Tajvan közelébe. Ez egy olyan lépés lehet, ami egy újabb nagy lépés a felé, hogy a tajvani helyzet az jelentős mértékben eszkalálódjon. A másik pedig, hogy az amerikaiak talán tegnap előtt hajnalban több Iránhoz köthető létesítményt bombáztak le Irakban. Ami az, ott az izraeli konfliktus megoldása szempontjából nehéz megítélni, hogy egy pozitív, vagy legalábbis én nehezen tudom megítélni, de a geopolitikai zűrzabar eszkalációja szempontjából ezek mind-mind befelé mutatnak. Nekem úgy tűnt, hogy ez egy figyelemfelhívó, hogy hú, még mi itt vagyunk, még nem vagyunk teljesen outsiderek, és valamit tudunk csinálni. Az első pillanatban úgy tűnt, hogy a közel-keleti feszültség, ami nem feszültség, hanem egy iszonyú nagy terrortámadás, amit a Hamas hajtott végre, elvonta a reflektorokat Ukrajnáról. Az ukrán helyzet, minthogyha harmadik helyre került volna, és Isten tudja, hogy milyen következményekkel jár. A közel-keleti helyzet is eltűnőben van, és a harmadik, mint ahogy említette, Tajvan felé vannak a reflektorok. Lehet, hogy egyszerre több esküvőn táncolnak az amerikaiak, az atlantisták? És talán túl sok esküvőn is táncolnak. Én úgy látom, hogy azért nem tűnt el sem az orosz-ukrán háború, sem az izraeli háború, és valóban Tajvan körül elkezd úgy tűnik megint eszkalálódni a helyzet. Emellett a nigeri puccs rámutatott, hogy az afrikai száhelövezet, az afrikai térség sem tekinthető stabil. Ezzel azt akarja mondani, hogy akkor tulajdonképpen megvan az új migráns forrás, tehát ebből az övezetből megint tízezrek útra kelnek egy szebb, boldogabb jövőért? Hát ez alig ha tekinthető újnak, szerintem ez egy régi új forrás. Régi új, tehát akkor ez a probléma sincs megoldva, hanem ez fokozódik? Igen, csak arra szeretnék utalni, hogy szerintem az Egyesült Államok kezd túl sok frontot, és úgy általánosságban a nyugat túl sok frontot tartani. És még plusz akkor jön rá a választás is.
Így igaz, és ezt úgy, hogy a történelmi tapasztalatok azért azt mutatják, hogy az ilyen típusú nagy konfliktusokat, hogyha azt mondjuk, hogy Kína és Amerika között van most egy nagy konfliktus, már pedig minden jel arra mutat, hogy ez egy létező nagy konfliktus, általában az a fél nyeri meg, amelyik képes az erőit a másik félre koncentrálni. A 80-as években például Szaúd-Arábia nagyon nagy mennyiségű olajat öntött a világpiacra, amivel támogatta az Egyesült Államokat, ha nem kimondva is, abban, hogy képes legyen legyőzni a Szovjetuniót a hidegháború, és lezárni a hidegháborút. Na most jelenleg a helyzet valamivel aggasztóbb, ugye az olajnagyhatalmak bejelentették, hogy további kitermelés csökkentést terveznek. Az elmúlt másfél évben nem úgy tűnt, mintha az Egyesült Államokkal kooperálnának. Van egy továbbra is aggasztó front az orosz-ukrán háborúban, van egy nagyon-nagyon problémás izraeli helyzet, van egy egyre problémásabb tájvani helyzet, van egy száhelövezet, ami mind a migráció, mind a politikai stabilitás szempontjából szintén nehézkes, és még lehetne sorolni a Balkánon is időről időre, hogy mondjam, feszülté válik a helyzet. Tehát én nekem az az érzésem, hogy ez túl sok front egészen egyszerűen, ennyi frontot már nem lehet hatékonyan menedzselni. Hiányolom a felsorolásából, pedig a felsorolása nagyon pontos szokott lenni, Iránt, mert az is egy gócpont. Ő szépen csendben ezeket a felsorolt helyszíneket támogatja iszonyú mennyiségű pénzzel és fegyverrel. Teljesen egyetértek. Az izraeli konfliktus úgy lett volna pontos mondani, hogy a közel-keleti helyzet. De ugyanakkor ezeknek a reakciója is, tehát nem szeretnék prófétának tűnni, de úgy tűnik, hogy Libanon kezd Gázához hasonlítani, tehát a Hizballának a megjelenése, illetve a viselkedése, azzal, hogy teszteli Izrael államát, hogy mennyire és hogy reagálnak, úgyhogy nem biztos, hogy Beirut, a közel-kelet Párizsa tud maradni, hisz megint úgy tűnik, hogy le lesznek bombázva, és az egész kép, a mozaik úgy, mintha nem a világbéke lenne kitörőben, ugyanakkor hamarosan az Európai Uniós választásokon az utca emberei azok tüntetnek, és holnap ők fognak szavazni. Milyen öreg kontinenst kapunk mi, hogyha ezek az emberek fognak szavazni? Hát a helyzet nem túl biztató. Úgy látom, hogy az Európai Unió nagyon súlyos belső problémákkal küzd, és ez azért probléma, és erről a könyvemben is írok. Azért ezzel szeretnék búcsúzni, igen. Mert amikor azt nézzük mondjuk történelmi viszonylatban, hogy külső sok hatások hogyan befolyásolták egy adott ország vagy közösség boldogulását, akkor azt látjuk, hogy az, hogy az adott közösségnek egyébként milyenek voltak a belső viszonyai, nagyon nagy mértékben befolyásolták a hatásokat. Amikor egy közösség emelkedő szakaszban, integratív szakaszban volt, akkor a külső sokok gyakran még megerősítették. Szerintem erre jó példa Izrael esete. Izraelt a külső nehézségek úgy tűnik, hogy egyre szorosabb, egyre erősebbé tették. Viszont amikor belső problémák adódnak, egy társadalom dezintegratív szakaszban, fázisban van, akkor a külső sokkok csak még inkább súlyosbítanak az egyébként is nehéz belső feszültségeken. Úgyhogy az Európai Uniónak nincs más választása, egyszerűen a belső problémáit kezelnie kell. Innét folytatjuk valamelyik reggelen. Kedves nézőim, az elmúlt percekben tulajdonképpen egy egyetemi tanári előadást is hallhattak a világ helyzetéről. Ne csüggedjenek, legközelebb dr. Hortai Olivér megpróbálja pozitívan tálalni önöknek, de jó az, hogyha tisztában vannak azzal, hogy mi történik. Ez nem a reklám helye, de olvassák el a könyvét, és akkor a legközelebbi beszélgetésünk még érthetőbb lesz. Köszönöm, hogy rendelkezésre állt, mielőbb visszavárjuk. Köszönöm. Előzetesek, és jövünk vissza. Tartsanak velünk!
Főbb híreink. Az öt közül három magyar állampolgárságú túsz is abba a kategóriába esik, akiket szabadon engedhet a Hamas az ideiglenes gázai tűzszüneti megállapodás keretében, jelentette be Szijjártó Péter. Egy valódi szuverenitásvédelmi törvényjavaslatot terjeszt be az országgyűlésnek négy ellenzéki párt. Megállapodás született Izrael és a Hamas iszlamista szervezet között egy négy napos humanitárius szünetről. Két helyen is csapásokat mért az Egyesült Államok Irakban Iránhoz köthető milíciákra, közölték amerikai illetékesek. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a heti tévé híradóját látják, belföldi híreink. Magyarország biztonsága a Száhel régióban kezdődik, ezért Magyarország komplex támogatási csomaggal segíti a régió egyetlen stabil országát, Csádot, mondta Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter. A minisztert annak alkalmával kérdezték, hogy kedden megbeszélést folytatott a Csádi Köztársaság nemzetvédelmi miniszterével, és aláírták a két ország katonai együttműködéséről szóló megállapodást. Szalai Bobrovnicki Kristóf elmondta, a Száhel régió a világ egyik legszegényebb térsége, a terrorizmus és a nehéz életkörülmények által kiváltott migráció kiinduló pontja. Hozzátette, a régió egyetlen stabil állam a Csád, és Magyarország elemi érdeke, hogy Csád stabil maradjon, ezért komplex támogatási csomaggal segítik az országot, melynek civil és katonai eleme is van. Hozzátette, az országgyűlés 200 katonával álló misszióhoz adott felhatalmazást. A Magyar Honvédség az önálló misszióban kiképzéssel, mentorálással támogatja a csádi haderőt, amellyel szorosan együttműködik. A misszió előkészítése folyamatos, a főerő jövő év első negyedévében indulhat az afrikai országba. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint azért nem támogatja a baloldal a szuverenitás védelmi törvényt, mert mostantól nem jöhet a dollár kötegelve. Hollik István ezt a közösségi oldalára feltöltött videó nyilatkozatában mondta. A kormánypárti politikus a videóban hangsúlyozta, a kedden benyújtott törvényjavaslatban tisztán és világosan áll, hogyha valaki, aki a párt vagy bármilyen más szervezetként elindul egy választáson és külföldi pénzt használ fel, az ezentúl bűncselekményt követel. Ezzel bezárjuk azt a kiskaput, amit a dollár baloldal kihasználta a 2022-es választáson. Mint mondta, a javaslatot az ellenzék a DK-tól a Jobbikig nem támogatja. Pontosan tudtuk, hogy ez fog történni, hiszen eddig őket külföldről támogatták. Most pedig erre nem lesz lehetőség, jegyezte meg Hollik István kijelentve. Köszönjük a megerősítést és az önleleplezést. Egy valódi szuverenitásvédelmi törvényjavaslatot terjeszt be az országgyűlésnek négy ellenzéki párt. Szerintük ugyanis az ország szuverenitását a kormánytól kell megvédeni, mert kiszolgáltatja Magyarországot az orosz és kínai érdekeknek. A Demokratikus Koalíció, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd közös sajtótájékoztatóján Szabó Tíme, a Párbeszéd frakció vezetője úgy értékelte, a kormány saját maga ellen nyújtotta be a nemzeti szuverenitás védelméről szóló törvénycsomagot. Annak ugyanis annyi köze van a magyar szuverenitás védelemhez, mint a felcsútnak a Real Madridhoz. Kijelentette, a törvényjavaslat egy fikacnival sem fogja javítani Magyarország biztonságát, függetlenségét vagy szuverenitását. Az öt közül három magyar állampolgárságú túsz is abba a kategóriába esik, akiket szabadon engedhet a Hamas az ideiglenes gázai tűzszünet megállapodás keretében, jelentette be Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter Zürichben. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy öt magyar állampolgársággal is rendelkező személyt tart fogva a terrorszervezet, akik kiszabadításáért az elmúlt időszakban mindent megtett a kormány. Folyamatos a kapcsolattartás az illetékes izraeli munkacsoporttal, illetve a közvetítőként fontos szerepet játszó katari vezetéssel is. Ennek kapcsán közölte, hogy a nap folyamán is egyeztetett katari kollégájával, akinek háláját fejezte ki a következő napokban egyes túszok szabadon engedését lehetővé tévő fegyvernyugvás tető alá hozásában vállalt fellépése miatt. Külföldi híreink. Benjamin Netanyahu miniszterelnök a Hamas terrorszervezet által fogvatartott 50 túsz kiszabadításáról szóló megállapodásról szóló kabinetülésen elárulta, a megállapodás feltételei lehetővé teszik a Vöröskeresztnek, hogy találkozzanak a túszokkal és orvosi ellátást nyújtsanak nekik. Ez lenne az első alkalom arra, hogy a Vöröskereszt meglátogatja a Hamas terrorszervezet által fogvatartott izraeli túszokat.
A Vöröskeresztet Izraelen belül sokan bírálták, amiért nem gyakorol nyomást a Hamaszra, hogy tartsa be a nemzetközi jogot és ne tilthassa meg a szervezetnek, hogy tarthassa a kapcsolatot a fogvatartottakkal. Ehelyett a Vöröskereszt nagyrészt Izraelt ítélte el a Hamasz támadásaira adott válaszlépései miatt. A jelenleg tárgyalás alatt álló megállapodás feltételei szerint a Hamasz 50 túszt engedne szabadon, mindannyian nők és gyermekek, cserébe 150 terrorista izraeli börtönökből való szabadulásáért, és a gázai övezetben folytatott izraeli katonai műveletek 4 napos szüneteltetéséért. Egy magasrangú izraeli tisztviselő is úgy nyilatkozott, hogy nagyon közel vagyunk az egyességhez. Netanyahu megígérte a kabinet minisztereinek, hogy a Hamasz gázai felszámolására irányuló hadművelet a tűzszünet lejárta után folytatódni fog. Az izraeli hadsereg olyan bizonyítékokat tárt fel, amelyek arra utalnak, hogy a Hamasz terrorista tevékenységének álcázására parancsnoki központnak használta a gázai övezet legnagyobb kórházát, ahonnan a legtöbb beteget mostanra már evakuálták. Felfedezték a lejáratát egy terroralagútnak, és jelentős mennyiségű fegyvert is találtak a már korábban megtalált készletek mellett. Az egészségügyi világszervezet egy csapatot küldött az Al-Sifa kórházba, hogy legalább 30 koraszülött csecsemőt kimenekítsenek, hogy ezután Egyiptomban lévő intézményekbe szállítsák őket, közölte a terrorszervezet által vezetett gázai egészségügyi minisztérium. A WHO részéről nem érkezett kommentár, és nem volt világos, hogy az összes csecsemőt elvitték-e. A kórház igazgatója arra kérte az IDF katonáit, segítsenek azoknak, akik el akarják hagyni a kórházat, hogy biztonságos úton tehessék meg ezt. Az izraeli katonák segítkeztek a koraszülött csecsemők biztonságos evakuálásában is. Az izraeli hadsereg azt is közölte, hogy a katonák több mint 6000 liter vizet és több mint 2300 kiló élelmiszert szállítottak a nevezett kórházba. A gázai rakétatámadások egész nap folytatódtak a többnyire kiürített határ melletti izraeli közösségek, valamint Sderot városa ellen. Sérülésről vagy kárról nem érkezett jelentés. A korábbi háborúk tapasztalatai alapján a rakétázás fokozódni fog egészen a fogoly cserével egybekötött ideiglenes tűzszünet érvénybe lépéséig. Musa Abu Marzuk, a Hamas terrorszervezet vezető tisztségviselője, az Al Jazeera-nak azt nyilatkozta, hogy az ideiglenes tűzszünet ma veszi kezdetét. Az izraeli védelmi erők csapatai eddig mintegy 400 alagút bejáratot fedeztek fel és semmisítettek meg a gázai övezetben a szárazföldi offenzíva kezdete óta. A Jehalom elit harcmérnöki egység csapatai jelentős szerepet játszottak a Hamas alagutak lerombolásában. Az alagút bejáratait polgári infrastruktúrák mélyén találták, beleértve a lakóépületeket, iskolákat, kórházakat, temetőket és más egyéb helyszíneket. Moszkva üdvözli, hogy Izrael és a Hamas iszlamista szervezet között megállapodás született a 4 napos humanitárius szünetről, közölte Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője szerdán. Ezt Oroszország a konfliktus eszkalálódásának kezdete óta követeli, hangoztatta a szóvivő. Zaharova méltatta Katar, majd a délutáni sajtótájékoztatóján Egyiptom erőfeszítéseit, melyek a világközösség feszültség csökkentésére vonatkozó felhívásának gyakorlati megvalósítását célozzák. Úgy vélekedett, hogy a humanitárius szünetről szóló megállapodás reményt ad a lehetséges deeszkalációra. A szóvivő fontosnak nevezte, hogy a fegyvernyugvás ne szakadjon meg. Sajtótájékoztatóján kifejezte Moszkva reményét, hogy a megállapodást minden fél szigorúan betartja, majd közölte a végrehajtását az orosz fél minden lehetséges módon előkívánja segíteni, szoros együttműködésben a regionális partnereivel. Európának fel kell készülnie arra, hogyha az Egyesült Államokban politikai fordulat történik, egyedül marad az ukrán konfliktussal, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Zürichben a Weltwoche svájci konzervatív hetilap jubileumi ünnepségén tartott átfogó politikai beszédében. Elmondta, ha a szkeptikusabb republikánusok fognak hatalomra kerülni, lehetséges, hogy Európának egyedül kell megküzdenie egy hatalmas geopolitikai konfliktussal, neki kell politikai megoldást találnia egy szinte lehetetlen ügyre, és állnia kell a költségeket is. Mindeközben Európa elszegényedőben van, nincs pénze egy ekkora válságra, emelte ki a kormányfő. Magyarország nem jóléti, hanem munkaalapú társadalmat épít, amely elvezet a jóléthez, jelentette ki Orbán Viktor. A magyar modell elemei között emelte ki a családpolitika központi helyét, a migráció teljes visszafogását, az alacsony adókat, valamint a beruházások vonzását keletről és nyugatról egyaránt. Mindez eltér a nyugati modelltől, amely a jóléti társadalom kiépítésére épít, húzta alá.
Migráció helyett a kormány családpolitikával kívánja kezelni a demográfiai kihívásokat, és genderpolitika helyett is a családi értékeket támogatja, jelentette ki. Két helyen is csapást mérte az Egyesült Államok Irakban Iránhoz köthető milíciákra, közölték amerikai illetékesek. Iraki biztonsági források szerint a műveletekben legalább 8 milicista halt meg. Az első alkalom, hogy az Egyesült Államok nyilvánosságra hozza, hogy a csapatait a térségben érő támadásokra válaszolt támadást intézett Irakban működő iráni támogatást élvező fegyveresekre. Mindez idáig az iraki belpolitikai instabilitás miatt ettől tartózkodott. Mohamed Shia as-Szudáni iraki kormányfőnek ugyanis szüksége volt ezeknek a milíciáknak és a hozzájuk kötődő pártoknak a támogatására, hogy kormányt tudjon alakítani, és ezek jelenleg is befolyásos erők a koalícióban. Ezek a csapások közvetlen választ jelentenek az amerikai és a koalíciós erők ellen Irán és iráni támogatású csoportok által elkövetett támadásokra, tudatta közleményében az amerikai hadsereg. Híreinkről bővebben a BrailleProgram.com vagy a hetitv.com-on olvashatnak, és most röviden az időjárásról. Ma is marad a változóan felhős napos időjárás. Este mindenütt felhősödésnek indul majd az égbolt, a hőmérséklet jellemzően 4 és 8 fok köré emelkedik. Köszönöm figyelmüket, szép napot, viszontlátásra! Ez a kívánságszolgálat minden héten, hétfőn, szerdán és pénteken, 2:30-tól várom Önöket új adással. Az ismétlést vasárnap 13 óra 15 perctől tekintetik meg. Legközelebb is változatlan szeretettel várom Önöket. Vigyázzanak magukra, viszontlátásra!
Ez a kívánságszolgálat minden héten hétfőn, szerdán és pénteken 2:30-tól várom Önöket új adással. Az ismétlést vasárnap 13:15-től tekinthetik meg. Legközelebb is változatlan szeretettel várom Önöket. Vigyázzanak magukra, viszontlátásra! Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Stúdiónk vendége Szerzény Miklós, a Német Turisztikai Hivatal Magyarországi Képviseletének vezetője. A nézők nem tudják, ha bár időnként találkoznak velem az utcán, amikor én két mankóval csörtetek, és annyira érdekes dolog, ahogy egyre idősebb leszek, látom a repülőtereken, látom, amikor beszélgetek az emberekkel, hogy hogy reagálnak, hogy ma már hála az örökkévalónak fontos lett az, hogy minden ember egyenértékű. És ezt hála Istennek úgy tűnik, hogy ti is, a német turizmus is megértette, tehát egy kerekes székben ülőnek is joga van Németországba a vonatra úgy felszállni, hogy nem meg kell kérni embereket, hogy emeljék már föl, és nem szívességet tenni, hanem megvan erre a megfelelő. Ott van a Nemzeti Légiforgalmi Társasága a német turisztikának, ahol erre már disziplína van, hogy hogy mint kell, már a repülőjegyben meg lehet rendelni. Nekem a fiam, a nézők ismerik, hisz minden reggel ő mondja a reggeli áldást, egy gyerekkori cukorbetegség következtében megvakult és később meghalt. Amikor még csak látássérült volt, meg amikor már abszolút nem látott, idegenvezető volt, németül vezetett idegen. Ez is az oka annak, hogy én annyira előnybe helyezem a német turizmust. És amikor első alkalommal elment a vakok szövetségébe, ott meg akarták tanítani őt, hogy egy vakember hogy vasaljon. És mondta, hogy elnézést kérek, és tovább nem viccelődöm, de amikor látó voltam, sem vasaltam. Mondták, de hogy ezt is meg lehet tanulni. Te nem is olyan régen érkeztél haza szép hazánkba egy csoporttal, akinek nem látnak, de te megpróbáltad megmutatni nekik Németországot. Németország fölébredt arra, hogy ebben nagy potencia van, és ez egy egyenlőség, hogy mindenkinek joga van? Igen, ezt nagyon jól mondtad, hogy Németország mindenki, tehát hogy nem csak az egészséges, hanem a fogyatékkal élő emberek számára is nyitott. És a fogyatékkal élő, ez a szó olyan nagyon érdekes, mert nem vagyunk fogyatékos, nem agykárosultak vagyunk, illetve nekik is joguk van mindenhez. Igen, igen. És ugye ide ebbe beletartozik, hogyha valaki a mozgásában nem teljesen egészséges, a látássérültek, ugye most, amiről te is beszéltél, és majd ezzel kapcsolatban majd mindjárt pár képet szeretnénk mutatni. Ugye látássérültek
sérült, illetve vakokkal voltunk, és ezek az első képeket, amit mutatunk, ezek azt mutatják, hogy a szállodába hogy várták a látássérült embereket. Tehát ez például, ahogy a kutyának oda volt ugyanúgy készítve, mint egy vendégnek az étel, vagy pedig majd mindjárt a következő... Nem is, most álljunk meg, igen. Hisz azt mondtad, hogy a szállodába a kutyának, tehát ma vannak Németországban állatbarát szállodák, akik tudják azt, hogy például egy látássérült a kutyája nélkül nem tud. Tehát ha a szálloda nem fogadóképes ellátni az őt kísérő kutyát, aki a szeme neki tulajdonképpen, igen, akkor veszít egy klienset. Így tehát van. Ez az igazi esélyegyenlőség. Igen, és ez még annyival több, hogy ugye ezek az úgynevezett munkakutyák, tehát például a vakvezető kutya, ez más kategóriába esik, mint egyébként az állatok. Tehát ezek a kutyusok, ezek mindenhová bejöhettek velünk, és mondom, ez volt a legérdekesebb, és emberileg annyira láttam, hogy a látássérült kollégának mennyire jól esett, hogy a kutyája is várva volt a szállodába, tehát mindegy vendég. Étellel és hát a kutyája szállással. A szeme neki, a társa neki. Így van, igen. És itt majd a következő képeken, meg ezt azért szeretném ezeket megmutatni, mert itt látjátok, hogy a szállodákban, a különböző közlekedő helyeken hogy van megoldva, hogy a látássérült ember nincs másra utalva, hogy te is mondtad. Hanem tájékozódni tudjon. Hogy valaki segítsen nekem, jöjjön velem, hanem ezek a térképek. Nemzetközi jelekkel. Igen, és ezek mind ilyen háromdimenziós táblák. Múzeumokban, ahol voltunk, ugye Berlinben voltunk, Kölnben voltunk, tehát több helyen, és ugyanúgy el tudják olvasni az ujjukkal ezeket a táblákat. Ez azért érdekes, mert a fiatalabbak közül nagyon sokan már a braille írást, tehát a pontos írást már nem ismerik, vagy nem tanulják. És ők például nagyon jól tudnak tájékozódni, tehát hogy az ujjukkal olvassák le az információt. Itt hoztam pár képet, ami mutatja, hogy egy vakember is milyen jól tudja magát érezni nyaralás, utazás közben, és ugye majd mindjárt jönnek olyan képek is, amik azt mutatják, hogy ha valaki mondjuk vak vagy látássérült, de hogy ugye van neked is személyes tapasztalatod a család miatt erről, ugye ott egy készsége hiányzik az embernek. Ezt megpróbáljuk pótolni, vagy megpróbálják pótolni, hogy az egyéb érzékszervek segítségével, tehát például, hogyha ezt látjuk, ez egy természettudományos múzeum például, amit most mutatunk, és itt például a rovarok, meg a pókok föl vannak nagyítva. És így, mert most gondold meg, nyilván egy pókot, hogyha megfogsz, agyonnyomod, tönkre megy vagy. De itt föl van nagyítva, és lehet érezni, érzékelni, hogy milyen szervei vannak, hogy az hogy működik. És nem csak az érintéssel tudnak tájékozódni, hanem a szaglással például, illetve mondjuk különböző állatoknak a prémét, vagy a bőrét, vagy a tapintását. És ez is egy nagyon érdekes, ezt azért hoztam, szerintem Magyarországon is egyébként már vannak ilyen jellegű múzeum részek. Itt például azt mutatja, hogy egy folyónak a völgye hogy halad például. Vagy például ki lehet azt próbálni, hogy egy háló segítségével, hogy mondjuk egy pók hogy reagál, hogyha valaki beragad a hálójába. De ma Ruven fiamnak, aki végül is idegenvezető volt, és anélkül, hogy látta volna emlékezetből, tudta tovább vezetni a látókat, és azt mondta, amit ők látnak. Magyarországon is láttuk, én Németországban, sőt már Ausztriában is láttam, de fontos, hogy itt Magyarországon is, amikor megállunk például a Mátyás templomnál, ott egy hatalmas asztal, és ott a makett, és érezni lehet. Tehát azt, amit ő hall, azt le is tapogathatja, és egyre többen szerte a világon. Úgy tűnik, hogy Németország ebből nagy hatalommá vált. Igen, majd itt is jön egy olyan kép, amit Berlinbe is, Kölnbe is, meg más városba is, a legtöbb nagy városba, ahogy te is mondod, mint nálunk a Mátyás templom előtt is egyébként található egy makett, és annak segítségével el tudja képzelni, hogy mint, vagy például az, amit most látunk pont ezen a képen, hogy milyen lenyomata van az egyes állatoknak például. Igen, de nem szabad nem beszélni a német oktatásról, hisz a német iskolákba a gyerekeket elviszik,
bekötik a szemüket, hogy megéljék azt, hogy miért is kell segíteni, illetve egyenértékűnek tartani azokat, akik valamiért nem tudnak látni, és ők is elmennek ezekbe a múzeumokba, hogy vajon mit lát, és az affinitásuk, a hozzáállásuk a másfajta emberhez ettől egészen más. Ez így van, ez egyébként nem csak, hogy bekötik a szemüket, hanem ugyanígy kipróbálják azt, hogyha valaki nem hal például, vagy mondjuk kerekenszékbe kell egész nap lenni, és segítség nélkül hogy fér el valahol. Tehát, hogy megérezzék azt, hogy te is mondod, hogyha már látnak legközelebb egy fogyatékkal élő, egy kerekenszékes embert, akkor hogy reagáljanak, hogy tegyenek valamit, és itt még nagyon fontos, hogy nagyon sokszor valaki jó szándékból, de valami rosszat tesz például. Tehát, hogy mondjuk, hogy vezetünk egy vakembert például át a zebrán keresztül, és itt látjuk ezen a képen például, ez az Altenberger Dómnak például a makettje, és itt is nagyon jól lehet, egyszer ugye az írást ki lehet tapintani, illetve ugye magát, az épületet is meg lehet nézni. Egyébként majd lesz avval kapcsolatban is kép. Legyünk őszinték. Igen. Németország számít a csökkent látású, igen, vagy nem látó, igen, turistákra is. Tehát ez nem csak szerelemből, meg emberi jóságból, ha bár lehet, hogy ez is van benne. Ez is egy nisa, ez is egy bevételi forrás, igen, és már is itt vagyunk. Érdemes ezt a képet megnézni. Ez Berlinben, ugye a Múzeum szigeten, ugye az egyiptomi emlékek. Itt nincs az kitéve, hogy hozzányúlni tilos. Most nyilván vannak kiválasztott emlékek, amiket meg lehet tapintani, és itt is a kollégánkat egy látássérültekre specializálódott idegenvezető kísérte, és ő segítette, hogy tapintással kicsit közelebb kerüljön az attrakciókhoz, ami például Berlinben is volt. És ha Berlinnél vagyunk, például a tömegközlekedés nagyon jól megvan oldva, tehát nem csak a vezetett utak, tehát hogyha mondjuk valaki bottal megy az ajtóhoz, ez a holokauszt emlékmű egyébként Berlinbe, ide is be lehet vakoknak menni, itt is van tábla, ahol tud jól tájékozódni. Tehát a tömegközlekedés segít abban, hogy néha tehát hozzájössz valamihez, és mondja az automata az információkat. Hogy tudjuk elérni azt, szerintem pontosan a turizmus fejlesztésével és az egyenjogúsággal, hogy azok, akik elmentek egy ilyen túrára, azok nem fogják a mozgássérült helyét, parkolóját elfoglalni, mert lelkiismeret furdalások volt. Azok, akik látnak egy csökkent látót a metrón, nem fogják föllökni, hanem elsőbséget adnak neki. Így van. Emberileg. Lehet, hogy emberileg a társadalom, a jóléti társadalom fejlődni fog ez? Én úgy gondolom, hogy igen, ez Magyarországon szerintem ugyanúgy látszik, mint Németországban, hogy fejlődünk ilyen irányba. Nyilván vannak olyan területek, ez a berlini fal mellett például a kutyussal, tehát vannak olyan területek, ahol Németország egy picit előrébb jár ebben a témában. És ahogy mondod, ugye a turizmus azért egy gazdasági cselekmény, akik abban részt vesznek, azok pénzt szeretnének keresni. És, de pénz nagyon, csak pénzzel lehet keresni. Igen, de nagyon jól mondtad azt, hogy ez egy nis, tehát ez egy olyan terület, akik szintén szeretnének utazni, szintén szeretnének pénzt kiadni, és velük ugyanúgy tudnak keresni a szolgáltatásokat. De azért legyünk őszinték. Nem biztos, hogy ma egy vakember egy kefekötő üzembe dolgozik, mert lehet vállalatvezető, lehet feltaláló, lehet kémikus, mondjuk azt kicsit nehezebb, de mindenki a maga módján, és ami nagyon fontos, hogy minden embernek ugyanolyan esélyt adni. Nem erre gondolt a német turizmus résztvevője, amikor ezekbe pénzt investált bele? De igen, hiszen még egyszer mindenki a turizmus, és ezekért az emberek is. Ugye itt azt is kell azért látni, hogy, és ez a világon mindenhol úgy van, hogy anyagilag esetleg a fogyatékkal élők nincsenek annyira jól elegesztve, mint mondjuk az egészséges. Szeretném elmondani, egy gyerek megvakulásánál a vakság nem attól függ, hogy a szülő milliómos vagy nagyon szegénye. Ez igaz. A betegségek sem így mennek.
és a járványok sem. Tehát nem biztos, és ha esélyegyenlőséget megadunk minden gyereknek, annak is, aki vagy gyerekkori betegségek következtében veszíti el a látását, ő belőle is lehet Nobel-díjas bármi. Igen, én itt most arra értettem, hogy mondjuk az utazás szempontjából, tehát nem biztos, hogy ugyanazt meg tudja engedni magának, de mi pont azon vagyunk a Német Turisztikai Hivatalnál, hogy meg tudja engedni magának. A tömegközlekedésen is, igen, és ugyanolyan igen, ember legyen. Igen. Kedves nézőim, az elmúlt 15 percben megpróbáltuk bebizonyítani, hogy gazdasági társaságok, például a német turizmus odafigyel mindenkire. Hogy ezzel ők szívességet tesznek? Nem. Saját magukról gondoskodnak, hisz nem lehet tudni, hogy nem-e holnap az ő gyereke fogja elveszíteni a látását. Szükség van ezeknek az embereknek is arra, hogy ellátogassanak a szállodákba, és egyáltalán egy olyan szálloda, amelyik nem csak ember, hanem kutyabarát is, lehetővé teszi, hogy ezek az emberek is eljussanak oda, és az fog győzni a versenyben, aki a legemberszabású. Ehhez próbáltunk kedvet csinálni önöknek, és felhívni a figyelmet, hogy igen, Németország nyitva van azoknak is, akik lehet, hogy látássérültek, vagy egyéb fogyatékossággal szenvednek. Éppen elég az baj, hogy fizikailag valaki nem tökéletes, de attól még az érdeklődése és a pénztárcára ugyanúgy számíthat a turizmus, ha így viselkednek továbbra is. Köszönöm, hogy itt volt nálunk, és köszönöm, hogy segített nekünk bemutatni, hogy nem minden a pénz, hanem szív is kell hozzá. Igen, köszönöm. Előzetesek is már is jövünk vissza, tartsanak velünk. Már csak pár pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet vezető elemzője. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszönöm, hogy csak miattunk fölkelt. Gyerekek jól vannak? Jól, köszönöm. Minden sikerült. Elolvasta már nekik a nemzeti konzultációs levelet? Mivel még meg se kaptam, ezért kicsit nehéz lett volna. Olyvé, akkor valami nem jól működik. Vajon a nemzeti konzultáció mozgósítani is tudja az embereket az előttünk lévő eseményekre, helyhatósági választások, európai parlamenti választások, tehát föl tudja ébreszteni az embereket, hogy gyerekek, rólatok van szó? Sőt, alapvetően mozgósító és tematizáló hatása van. Tehát, hogy nem csak, hogy ezt is tudja, hanem alapvetően ezt tudja, és ez is a feladata. Tehát ugye szokott érkezni az ellenzék részéről a kormány felé az a vád, hogy azért van a nemzeti konzultáció, hogy az emberek arról beszéljenek, ami a kormány számára fontos. Bocsánat, ez egy teljesen normális dolog a kormányzat részéről. Azt szeretné, hogy az emberek azokról a témákról beszéljenek, amiket a kormányzat fontosnak tart, és amikről úgy gondolja, és a szuverenitás kérdése aztán végképp ilyen, hogy Magyarország számára jelenleg ez a legfontosabb kérdés. És ugye a nemzeti konzultáció az a szuverenitásnak az aspektusairól szól. Mert mik a szuverenitásnak az aspektusai? Mi döntjük el, hogy ki jön be az országba, vagy más dönti el helyettük? Mi döntjük el, mint tagállam, hogy Ukrajna csatlakozhat az Európai Unióhoz, vagy valamilyen felsőbb autoritásnak a nyomására rákényszeríthetik erre a tagállamokat? Mi döntjük el, hogy legyen-e mondjuk az országban kamatstop, meg élelmiszerástop, vagy pedig valamilyen felsőbb nyomásra ezt el kell törölni? Ezek a szuverenitásnak a lépései, és ezekről szól alapvetően a konzultáció. Tehát nyilván
a nemzeti konzultációt alapvetően azok az emberek fogják kitölteni, akik nem elkötelezett ellenzékiek, mert ők 10 évvel ezelőtt is azt mondták rá, hogy ők ebből nem kérnek, most is azt mondják rá, hogy nem kérnek. De azok az emberek, akik egyrészt a kormánypártok szavazói, másrészt fontosnak tartják ezeket a kérdéseket, ők ezt kitöltik. Tehát igen, ennek mobilizáló és mozgósító hatása van, ami pont az EP és az önkormányzati választások miatt egyébként fontos is. Na jó, de nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy a nemzeti konzultáció az nem egy magyar unikum, ez egy bevett szokás a politikába. Ilyenkor, amikor megkérdezik a népet, nem csak a választások, hanem Svájcban ez egy mindennapi dolog. Igen, csak azért két dolgot ne felejtsük el. Svájc is egy unikum a maga szempontjából, ez az egyik dolog. A másik, hogy az Európai Unióban ez viszont kezd kimenni a divatból. Az Európai Unióban mostanában... De fütyülök a divatra, az a divat, amit én fölveszek. Az a divat, ahogy én gondolkodom, mert a beállítottságom, én döntöm el, hogy melyik hazának vagyok a polgára, én döntöm el, hogy hol vagyok, mert ugye ez az Európai Unió, a szabad mozgás. Alapvetően ez lenne a jó gondolkodás, csak éppen Brüsszelből egy teljesen másik széljárás jön. Na de én fütyülök erre a széljárásra. Nagyon helyesen. Én követem azt, amit én elképzelek. Hát ezért léptünk be, nem? Igen, ezért léptünk be, és ezt így is kellene csinálni. Csak ne felejtsük el, hogy itt szembe áll egymással két gondolat. Ez a gondolat, hogy... ne akarja más megmondani, hogy mi hogyan éljünk. Na de az alapszerződés, amit aláírtunk, amikor beléptünk, akkor ez volt. Akkor ezt nem lehet megváltoztatni. Igen, de az annélkül, hogy megkérdeznének engemet. Igen, de az alapszerződést azt nagyon-nagyon szeretik szabadon értelmezni bizonyos emberek. De és... nincs szabadon értelmezés fekete-fehéren, ami le van írva. Ha tőlem azt követelik, hogy én viselkedjek a feketén-fehéren leírtakhoz, akkor én megkövetelem azt, hogy mindahogy én beléptem. Én egy klub tagságába úgy léptem bele, hogy ezek a játékszabályok. Akkor azt nem lehet a fejem fölött én megkérdezésem nélkül mássá tenni. Márpedig a nagyok megpróbálják mássá tenni. Hát a kicsik megkérdezése lehet. Nélkül. Mondok egy nagyon egyszerű példát az alapszerződések szabadon értelmezésére, és ez nem... Még csak nem is európai sajátosság, mert Amerikában ugyanez történik, hogy amihez a politikusok nem mernek hozzányúlni, mondjuk az európai parlamenti képviselők, hát ez az alapszerződés szerint tagállami hatáskör, ezt nekünk nem kéne piszkálni, azt oda pöckölik a bírósághoz. És az Európai Bíróság meg azt mondja, hogy ebben az Európai Uniónak van igaza, és nem a nemzetállamnak. És akkor ez már is egy ilyen, nem módosították a szerződést, de azért mégis kiebb tágították a határokat. És mondom, Amerikában ugyanez történik, a abortusz kérdése. Nem nagyon mertek hozzányúlni, oda pöckölték a legfelsőbb bíróságnak, a legfelsőbb bíróság kimondott valamit a 60-as években, aztán most kimondta az ellenkezőjét, és akkor a politikus kényelmesen hátradől, hogy hát a jog szerint a bíró kimondta, ez nem a mi dolgunk. És ugyanezt történik Európában. De a bíró az nem a jó Isten. Nem, viszont mondjuk Amerikában precedens jog van, és amit a legfelsőbb bíróság kimond, az úgy van. Európában meg azt látjuk, hogy az Európai Bíróság az esetek döntő többségében, az esetek 3/4-ében, vagy akár még többen egyértelműen az Európai Unió mellett, mint intézmény mellett foglal állást a nemzetállamoknak a rovására. És ez egyébként egy rettentő rossz dolog abból a szempontból, hogy az EB ítéletek, az Európai Bírósági ítéletek, azok folyamatosan szorítják vissza a nemzetállamoknak a hatáskörét. Hát Magyarország tekintetében csak gondoljunk bele a migráció kérdésébe, a tranzitzónák kérdésébe, amikor az Európai Bíróság azt mondta, hogy Magyarország nem építhet ilyet. És amikor azt mondta a magyar kormány, hogy jó, nem építünk, akkor külföldi nagykövetségen be lehet adni a menedékkérelmet, akkor meg az volt a probléma. Mindezt úgy, bocsánat, csak egy gondolat, hogy a migráció egyértelműen tagállami hatáskör. Na jó, szóval azért ne tegyük, ne strucc politikába, vagy a homokba tesszük a fejünket. Szeretném, gondolt már arra, hogy például szeretne ausztrál állampolgár lenni? Nem gondoltam még rá, bár szeretném. De hogyha például végül is álmai között eszébe jutna, akkor még a vérképét is meg fogják nézni, azt is meg fogják nézni, hogy milyen az egészségi állapota, milyen a foga, milyen színű, milyen iskolai végzettsége van, vajon demográfiailag tud-e még tenni valamit értük, tehát a kora is be van határolva. Tudok-e olyan munkát végezni, ami hasznos az ország szempontjából? Meg hogy egyáltalán ők döntik el majd, hogy mi lehet hasznos az ország szempontjából. Tehát azért ez nem egy szabadon választott, hogy én akkor holnaptól ausztrál állampolgár, és erre évekig várhat, aztán végül akkora miatt kiesik.
Az ausztrál kormányzatot, bocsánat, rendszeresen el is ítéli az Európai Parlament, hogy ez milyen igen, hozzáállás. Igen, és akkor mi van? Semmi, az ausztrálok azt mondják, hogy jó, hát köszönjük szépen, mi ezt a politikát azért folytatjuk. Az Eurovíziós Dalfesztiválon mégis ott vannak az ausztrálok, tehát minden, ami Európában szép, azt ők kikanyarítják, arra szükségük van nekik. Ezzel én nem elítélem, de hát meg kell adni az időt annak, hogy ők rájöjjenek arra, hogy a bizonyítványok, amiket odaadunk nekik, azok tényleg igazak-e? Tényleg nem egy körözött bűnöző vagyok, talán valami terrorista oktató, vagy olyan eszméket hirdetek, ami megfertőzheti az ottani polgárokat. Szerintem minden államnak joga van megvédenie a polgárait. Sőt, kötelessége is lenne megvédeni a polgárait. Kávé, ha miért, akkor kérdezem, azok a sok százezer tüntetők, akiket látunk Róma, London, Párizs, antiszemita, azok nem is tudják, hogy holnap őket fogják. Ugyanazokat az LMBQ-tú polgárokat, akik ma a zsidók ellen tüntetnek, holnap őket fogják kinyírni. Holnap ők nem fognak megfelelni a radikális iszlám híveinek. Erre volt egy nagyon szép precedens, szép idézőjelben precedens egy New York-i tüntetésen, amikor vonult egy kislány vagy kisfiú, talán maga se tudja eldönteni, egy olyan táblával, hogy transzok a palesztinokért. 2 percig vonult, utána kitépték a kezéből a táblát. Tehát igen, ez valóban így működik. Pedig egy palesztinnak is joga van transznak lenni. Sokan azok közül, akik tüntetnek a palesztinokért, a Hamasznak a jelszavait skandálják, ugye a tengertől a folyóig, és a többi, ők maguk lennének a következő áldozatai a radikális iszlámnak. Mindahogyan látjuk azt Gázába, hogy a zsidó állam katonái nem csak Izraelt védik, hanem meg akarják Gáza polgárait menteni a terrorszervezet uralmától. Hát hiszen azért az mégse járja, hogy egy olyan típusú szervezet uralja Gázát, aminek gyakorlatilag az egyetlen deklarált célja, hogy Izraelt eltörölje a földszínéről, és ezen túl semmit nem tesz a saját polgáraért, sőt. Most egy magas labdát dobok föl, segítsen nekem eldönteni, hogy mi okozhatta azt, hogy a tömeggyilkos Bin Laden ma a TikToknak a slágere, milliók követik és idézik, minthogyha a Bibliából idéznének, Bin Laden tanaiból. Nem elcseszett valamit itt az oktatás és a világ? Attól függ, hogy melyik országnak az oktatásáról beszélünk. Mert hát abban az országban, ahol Bin Laden követői vannak, ma azok után, amit Bin Laden vallott, amit csinált, az, mintha itt mindenki megőrült volna. Igen, vannak a világnak olyan országai, nem egy, nem kettő, és nem is egy tucat, hanem jóval több, ahol a társadalom egy jelentős része, azért Bin Ladent, és ez egyébként gond és baj és probléma és nem normális, de a mai napig hősnek tekintik. Na de könyörgöm, a TikTok nevű, és nagyon sajnálom, hogy egy ilyen kütyűről beszélünk, illetve annak az ideológiai részéről, idáig kedvesen, aranyosan hastáncoltak, fordítva vették fel a parókájukat, kézen állva énekeltek és bohóckodtak, azok ma emberi gyűlöletet szítanak? Hol élünk? Hát egy nagyon félrement világban, tehát valóban ilyen típusú videókat, vagy akár idézeteket, mondatokat, ezeket ki kellene szednie az adott közösségi platform moderátorainak. Arra mondjuk emlékezzünk, hogy amikor a Facebook elkezdte moderálni a közösségi irányelveket, akkor mennyire megsértődött mindenki, hogy na de hát miért az én gondolataimat. De azért vannak olyan dolgok, és Bin Laden ezek közé tartozik. Vannak olyan emberek, akiknek a gondolatai objektíven olyanok, amiket ki kell takarítani a közösségi médiából, mert nem alkalmasak arra, hogy jelen legyenek. Mert gyűlöletet szítanak, embercsoportok ellen, vagy akár egy embercsoportot leszámítva a komplet emberiség ellen? Erről kérdezem majd következő vendégemet, mert már itt az ideje a következő vendégnek, észre se vette, hogy az idő ilyen gyorsan elmúlt. Csintalan Sándort, az MSZP új tagját, hogy ő vajon mit gondol Bin Ladenről, illetve a TikTokról, illetve arra, ami az Isten adta népre vár, ha csak nem ébred fel a világ. Köszönöm, hogy itt volt és köszönöm velünk szépen. Volt. We'll be right back.
Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Egy olyan politikus közszereplő, aki az MSZP-t építi tovább, bízunk benne, hogy sikerül neki is. De mi történik ebben a világban? Akkor, amikor Bin Laden visszatér, akkor, amikor a TikTok uralja a világot, amikor embertársainkat kinyírni készülnek, megkészülnek szüntetni a zsidóságot, a tüntetők között ott találjuk a különböző emberi jogokért küzdőket, és mintha elfelejtenék, hogy ők lesznek a következő áldozatai a radikális iszlámnak. Mi történik? Megőrült a világ? Vagy a politikai pártok nem csinálják azt, ami a feladatuk? Nézd, Péter, ez az én személyes verzióm. Én egy egyszerű ember vagyok, nehezen végeztem el a magyar történelem szakos főiskolai diplomámat is, vagyis nehezen szereztem meg. Én nem vagyok bölcs. De viszont az a véleményem, hogy nagyon úgy néz ki, hogy ha azok a generációk, a Földön létező emberek zömét alkotják, akik nem estek át szörnyű kataklizmákon és katarzisokon, azokban valami spontán módon előtör az, hogy az emberek közötti konfliktusokat erőszakkal kell lenyomni, hogy a hatalmat erőszakkal kell megtartani. Hát ne haragudj, mindezek a dolgok, amik ugyanúgy háborítanak föl, mélyen megrádnak, és rosszul vagyok tőle, mint te. Ehhez képest azért azt konstatálhatom nagy büszkén, hogy az én hazámban létrejött újra az államvédelmi hivatal. Az én államom az, amelyik demokratikusan lett megválasztva, úgy döntött, hogy megfigyeli honfitársait abból a szempontból, engem is ezek szerint, téged is, hogy hazaárulók vagyunk-e. És ennek folyamányaként majd valami lesz. Hát a világ az meg ebből a szempontból azért is determinált, mert tényleg van egy új, nagy átrendeződés. Mindenek előtt egyébként technológiai, civilizációs és gazdasági átrendeződés. És kulturális átrendeződés. Milyen kultúráról beszélünk akkor, amikor egy mai tinédzser nem tudja, hogy a 30-as években mi történt, de elkezdi másolni, elkezd különböző egyenruhákba mászkálni, elkezd hasonló karlendítésekkel gondolkodni, és azt hiszi, hogy vannak felsőbbrendű emberek, és talán arról is számolt vett, hogy ő talán ezek közé tartozik. Mi történik akkor, amikor tinédzserek állatokat kínoznak, ez eszembe jutott most a kutyáról, akkor, amikor a mai Németország ma már lehetővé teszi a csökkent látóknak is, hogy a kutyáikkal menjenek a szállodába, és maketteken kitapogathassák. Tehát a világ kettőt előre és ötöt hátra lép. A tanulatlanok, akik nem tudják, hogy mi történt a 30-as években, azt sem tudják, ami Bin Laden idején történt, hogy akarta megsemmisíteni az emberiséget. Akkor figyelj, ez felmentés? Sokszor van ilyen, hogy egyet előre, kettőt hátra. Ez az egyik dolog. Aztán az a helyzet, hogy itt a kulturális dimenziót azért említem, és nagyon jelentős, mert ugye miután összeszűkül a világ, sok-sok kultúra, emberi viselkedési mód, attitűd nem is érintkezett közvetlenül egymással. Tehát nem ismerték egymást. Nem egyszerűen más nyelven beszélnek az emberek, hanem tényleg a Huntingtoni értelemben
egy civilizációs feszültség van a globuson. Most keresi a világ azt az irányt, hát nem tudatosan feltétlenül, különböző helyeken. A mesterséges intelligenciától, a klímaváltozáson keresztül, a lemaradók félelmei és pánikai, az egyszer mindenkorra bebetonozott elitek félelmei, itt gondolok konkrétan Oroszországra. Szóval ez nem egyszerűen arról szól a történet, tegnap átérdekes volt, egészen művelt emberek részvételével néztem egy műsort, irodalmárok voltak köztük, és felvetődött a kérdés, hogy ki írta azt, hogy beírnak engem mindenféle könyvbe, és ott volt három költő, és nem tudta megmondani, hogy ezt a verset Kosztolányi írta. Na minden. Szóval... Nem jártak iskolába? Hát, de nincs nem, könyves polcuk? Vagy lehet, hogy olyan könyvesboltba vásárolnak, ahol az eladó nem tudja ajánlani Kosztolányit, mert nem tudja, hogy írják le a nevét? Általános iskolába kell tudni ezt hozni. Meg egyszerűen kívül esik meg dolgok, tudod? Meg úgy tűnik, mint hogyha vagy úgy hittük, vagy azt hittük, hogy dolgoknak egyszer vége lesz. Tehát, hogy bizonyos dolgok nem térnek vissza. Például az, hogy beírnak engem mindenféle könyvbe. Ezzel újból szembesülünk. Kosztolányék, József Attiláék tudták, hogy mi az önkény. Fel tudták kulturálisan dolgozni. És lett a magyar irodalomnak egy fantasztikus, gazdag, világszínvonalú alkotógárdája. Ma azért, ha már ez így szóba jött, észre kéne venni, hogy a jelenkort a magyar irodalom igazából nem ismeri megérinteni. Csintalan, igazából... Szinte semmi nem reflektál arra a publicisztikákon kívül. Olyan irodalom nincs, vannak nagyon-nagyon jó irodalmáraink, születik jó irodalom, de például, hogy ezzel a korral mit kezdjen, ez a nemzedék, az nincs. Na mindegy, visszatérve, igen, az a nagy bűnös helyzet, hogy atavisztikus, nyilas jelszavak kerülnek elő akkor, amikor a hatalom környékéről beszélő emberek ilyenekről beszélnek, hogy egyedül vagyunk, az egész jelenlegi magyar nemzetállam étosza az egyedülvalóságról szól. Ezt tisztelettel jelzem, hogy a 30-as évek nyilas mozgalmának volt egy ilyen lapja, ez volt a címe, hogy egyedül vagyunk. Na most hát ide jutottunk. Ha egyedül vagyunk, akkor oda jutunk, ahova a második világháború után jutottunk. Azt pedig nagyon nem egyedül szeretnénk. Egyedül vagyunk, és meg valószínűleg még rosszabb helyzet. Akkor valami sokkal könnyedet kérdést teszek föl, és próbálj rá válaszolni. A média törvények szerint termék megjelenítés. Mostani beszélgetésünkön a termék az maga Csintalan Sándor, vagy a termék a Magyar Hang trikója, amit Csintalan Sándor fölvesz? Jaj, hagyjatok már békén. Na, most nem. Most magyarázd meg nekem, hogy mivel kell nem egyetértsek, illetve mire írjam ki, hogy a törvényeknek megfelelő legyek, hogy termék megjelenítés. Mert a fejedből a gondolataidat... Nem fogom föl, Brian, akár hiszed, akár nem, és egyébként dugja föl a médiahatóság, amely semmit nem csinál. Nem, igen. Infotan, de dugja föl. Nekem van 8 ilyen trikón, ebben járok itthon. Ez nagyon jó. Pizsinek is nagyon jó, és az, hogy magyar hang, az nem is lenne azzal semmi baj, hanem bocsánat, egy termék kérlek, lenne. Kinek mi kifogása van annak, hogy magyar hang? Orosz hang legyen? Halló, Monika, megint alul maradtam. Tehát akkor maradjunk abban, hogy a termék megjelenítés az maga Csintalan Sándor, mert az egy brand. Mit teszel azért, hogy történelmi pártod olyan útra kerüljön, mint amit például ősrégi MSZP-sek szeretnének? Figyelj, de egyrészt gyűvök megyek, prédikálok, részt veszek a szervezet eseményein, javaslataim vannak, ötleteim. És nem gyűlöletet keltesz, hanem megpróbálod az emberiséget összehozni? Milyen gyűlöletet? Hát ezt kérdezem, hogy a megjelenésed az teljes egyetértésbe tapsal és szeretünk téged Sándorral végződik?
Nem feltétlenül, hát sehetően nincs ilyen alkotmányos előírás, hogy engem kedvelni kell. Arról nem beszélve, hogy engem azért a populáció egy jelentés része úgy utál, mint a meleg szart. Gyerekek is nézik ezt a műsort, úgy látszik, hogy a magyar nyelvet, a magyar hangot rendbe kell hozni, hogy tudjál alkalmazkodni a reggeli szereplésekhez. Én viszont szeretlek téged, engem gondolkodásra késztet, amikor téged hallak, és ebből feltételezem, hogy nézőink is, akár sűrűbben is szeretnének. Azért engedd meg, hogy befejezzem a mondat második felét, jó? Próbálkozzál. Ugyanakkor igen, nagy kíváncsiság vesz körül, teszek olyan gesztusokat, meg mondok olyanokat, amelyek azért az embernek érdeklődését felkelti, és valid, és azon kívül például elmondok neked három dolgot. Egyrészt én támogatom és hirdetem minden ponton, minden fronton, hogy a Magyar Szocialista Párt már most függetlenül attól, hogy milyen gödörbe van, talál, hogy hirdesse, hogy az Orbán rendszer csak egy nagy koalíció, egy nagy összefogással lehet leváltani, mégpedig úgy, hogy ennek a nagy összefogásnak kétharmadot kell megcélozni, mert csak akkor lehet a rendszert lebontani. Ez az egyik dolog. Ez a nem utópia? Furcsa, hogy? Ez nem utopisztikus egy kicsit? Az utópiákból szokott el, hiszen szegény Kolumbusz is utópiába indult el, azt sem tudta, hova vagy az óceán. Utopisztikus, igen. De azt kell, hogy utopisztikus. De miért utopisztikus? Ha ezeknek az emberek, ennek a politikai elitnek, mert volnának valóságos politikusok, és volna fantáziájuk, invenciójuk és felelősség, akkor tudnák, hogy ez így van. Ha felelősségük lenne az ország iránt, tudnák, hogy így van, mert nem lehet kétharmados törvényeket feles törvényekkel felülírni. Ez az egyik. A másik, amit most mondok neked, Brian, ha egyszerű többséggel veri meg valakit a Fidesz, polgárháború lesz. Aztán a Fidesz nem fogja békésen átadni a hatalmat. És az utolsó, amit akarok neked mondani, hogy mondjuk itt most az uniós lista kapcsán is, igyekszem körbejárni azokat a veterán szocialistákat, akiknek mögött van teljesítmény, politikai teljesítmény, ismerik is az embereket, sokukat többé-kevésbé kedvelik is, és szeretném őket visszarángatni, mert hogy a haza most nem nélkülözhet senkit. A demokratikus és a közjóra szervezett haza nem nélkülözhet senkit. Úgyhogy elvtársak utána. Öröm volt hallgatni téged, akkor is, ha nem biztos, hogy minden gondolattal egyetértek, de hát ilyen színes a világ. Kedves nézőim, így csütörtökön napindítónak nem is rossz Csintalan Sándort hallgatni, hisz ugyan utópista, ugyan lehet, hogy álmokat kerget, de legalább megpróbál kora ellenére tenni valamit a hazáért. Legyen az bármi is. Ha más nem csak az, hogy a kutyákat is szereti, már egy pozitív, és az emberek között is talál embertársakat, és némelyikkel még egyet is ért. Tegyenek önök is valamit, ugyan nem biztos, hogy ezzel át kéne alakítani a világot, de élhetőbbé lehet tenni. Ezzel a beszélgetéssel véget ér már a Pirkadat, holnap is lesz Pirkadat, sőt, érdekes műsorok lesznek ma is. Azt hiszem, hogy a magyar parlamentet is kapcsoljuk, mert a népnek erre is szüksége van, és nézzék műsorainkat, majd a hétvégén imádkozunk egy nagyot, és bízunk abba, hogy a tuszaink is a 48. háborús nap után is még nem érkeztek meg, bízunk benne, hogy holnapra viradóra az első 10 fogoly, csecsemők, kisgyerekek, idős asszonyok végre hazakerülnek és saját ágyukba fognak aludni, ha még nem perzselték föl otthonukat a gyilkos terroristák. Köszönöm, hogy velünk voltak, és velünk lesznek a nap folyamán is, hisz ne felejtsék, mi 7x24-ben Jom Kippur kivételével azért vagyunk, hogy önök soha ne legyenek egyedül, és tudjanak a világ zsidóságáról, zsidókról, nem csak zsidóknak. Ezzel búcsúzom, kellemes szép napot kívánok!